Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Hát ezt nem tesszük zsebre a tegnapi napot szerintem. és hmm. 3,5 százalékos volt a magyar tűzsde minusza, és egészen komoly szakadás a világ összes piacán. Egyértelműen az orosz-ukrán helyzet éleződésének köszönhetően, úgyhogy igen, itthon 3,5 százalék volt az esés, ahogy mondod, 1770 pont durván, 1766, na jó, de kerekítgessünk. 48.470 ponton zárt a Bux, tehát <coughs> milyen 50 ezer alá merítkezett, és a forgalom is 20,7 milliárd volt, amit nem mondom, hogy nagyon, nagyon nagyon nagy, de az átlagnál Hát ugye magasabb. nem volt amerikai Igen. Um, um, piac Day miatt, de volt ugye minden más, és az OTP és a Richter viszont elég gyenge teljesítményt hozott, és ha körülnézünk Európában, akkor lehet látni, hogy azért, azért ez a három és feles bux minus nem egyedülálló. Box a lengyelek ugyanekkorát estek, majdnem 3,4 ot de bukó volt majdnem mindenhol. Alig volt olyan tőzsde, ahol éppen hogy pozitívba tudtak maradni. Tehát ez horvát meg a szerb tőzs, de tényleg ilyen marginális. Igen, másfél 2%- jellemezte egyébként az európai piacokat jellemzően, tehát a holda, hollandok kettőtestek, de ő az oroszok 11. Hát igen. Um, a DAX is 2%-ot, franciák is 2 és ma hajnalban Ázsiában semmi. Hát Hongkong, a Hang Seng Na, Indexet az szétverték. Jön utánunk. Az jön utánunk, 3,3 <laughs> majdnem, azt mondja, Japánban majdnem 2%-os a mínusz. Frankfurtban ugye 2% volt. Nézzünk még egy párat így. Igen, azt mondja, hogy a Korspi kompozit 1,3 os mínuszban van, a sánkai mutató csak úgy. Igen, hát nem lehet azt mondani, hogy jó hangulatban nem várjuk. Abszolút, a dollár erősödik ezerrel, tehát ugye ez a menekülő funkció ez jól mutatja magát, az arany emelkedik, uh -huh. euh, 1950 jócskán, és a bitcoin esik jelentősen, egyébként ez jól rámutat arra, hogy először nem jött be, mint pénz, mert Igen. nagyon volatilis volt, akkor elkezdték, hogy akkor ez nem pénz, hanem digitális arany, hát nem működik úgy, mint az arany. Ebből is úgy menekülnek, mint ahogy az... Igen, ahogy ott egyébként nem feltétele, igen, ott, ott több minden van. Tényleg a nagy könyve, mert a Csárt Máté blogon, azt meg is írtam, hogy. Így van. A letörés visszatesztjét és. Nem is akarom is elvenni tőled ezt csak közben. Ná, ná, ez pont csak tegnap egy olvastam így. egy ilyen cikket azzal kapcsolatban, hogy most több ilyen elemzés is megjelent, hogy ez a mennyire rezeg ez a kriptopalota, amit fölépítettek. E, nyilván ilyenek voltak korábban is. Voltak, csak most belegondolom, hogy mi, 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 honnan jöhet megint a lendület. Ugye igen. ez megszakadt, nagyon megtört, már mindent tudtunk, mindennek örültünk, ezt nehéz lesz újra fújni, úgyhogy majd meglátjuk. Ja, hogy arany, ezüst, igen, platina, palládium mind emelkedő pályán szépen. Igen, igen, igen. Úgy, tehát a para tipikus jelei. Azért elmondjuk még, hogy a budapesti Értek, milyen árfolyamok alakultak ki a MOL, az 2,1%-kal esett 2558 forintra, 56 forint ez a mínusz, az OTP 4 lel ez 740 forintos csökkenés, 15.860 lett a vége a Magyar Telekom, 2 forinttal esett 431 forintra, a Richter pedig 340 forintra, vagyis 4 és 1, Mi, az léka, majdnem 8... 7.640 forintra. 8, a Richter az 7,9 százalékos mínuszt hozott össze, nem? 4,3-at. Tényleg? Mhm. Uh -huh. a 8 az nagyon vaskos. Hát enne. én úgy láttam a por portfólión, jó, megnézem akkor, lehet, hogy valami rossz volt. Az OTP-t láttam 4,4-nek, ilyen... a Richtert meg majdnem 8-nak. Nem, 44 4, 4, okay. a Richter okay. és 7.640-en zárt viszont ami nagyon érdekes, hogy az X-Tenden is voltak természetesen mm -hmm. esések de ott voltak emelkedők is például a Gloster 5 és 1,4 százalékkal tudott 1000, kereken 1000 forintig elballagni a Cyberg 8,5 százalékkal 2160 forintig mondjuk az, azért forgalomban ott az nagyon csekéke volt, szerintem egyetlen kötés lehetett a 10 darab részvényre a, a a nap az eset 4,4%-kal, Oxotec pedig 3,1%-del, a ja, a DMK tényleg, pedig 5%-kal. Tényleg volt, volt sokkal nagyobb mínuszban is a Richter, de 4,3 lett a, uh -huh. a vége, Nem is volt nagyobb mínusz a végén, nem tudom, valami rossz árfolyamot láttam, de a végén, végén, volt még egy nagyobb zuhanás. Igen. A forint viszont egész jól állja a sarat, ehhez, ahhoz képest, hogy milyen dolgok történnek a világban, 357 forint, 30 fillér most És érkezik, Érkezik, érkezik az üzenet, hogy... Andi Bekolompolt, hogy jó reggelt, szóval én vagyok. Okay. írja ő. Úgyhogy át is adjuk neki a helyet, hogyha már ilyen ö, szépen fölhívta magára a figyelmet. Tehát is a hírekkel, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.